A mostani film elé csak egy gondolat, nagyon boldog ünnepet kívánok mindenkinek. Tudom, hogy sokuknak a fülején már ki a sonka meg a sonkalé, de talán nem árt tudni, hogy a sonka főzéshez nem csak víz kell meg kukta, hanem fűszerek, fokhagyma meg egy kis kolbász. Jövőre érdemes kipróbálni. Bíró Lajos többfogásos húsvéti menüvel fogadott minket a belvárosi piacon. Nálam mindig az a lényeg egyébként, ugye, hogy szaftos legyen. Hát én nem szeretem a sonkát, nekem a sonka az nagyon porózus, nagyon száraz. Károly József megmutatta azt a hentes üzletet, ahonnan Budapest legjobb séfjei viszik a húsokat. A legtöbben ezeket a kötözött sonkákat, hagyományos kötözött sonkákat vitték, de nagyon sokan vittek parasonkát is, vagy vannak kötözött tarják, azokat is azért egész szépen vitték. És az egyeki sonkamester pedig beavatott minket az igazi húsvéti sonka receptjének a titkaiba. Fokhagyma szerintem magyaroknak az alap fűszere. Nincs jobb fűszer. Minden a fokhagy. Ebbe bőven mehet. Én sokat is teszek belé. Mert ez úgy, ahogy megfül, úgy is finom. Tehát én ezt az egészet beleteszem. És természetesen a városban is körbe mentünk a stábommal azért, hogy megtudjuk, a legtöbb ember hogyan készült a húsvéti ünnepekre, és honnan szerezték be a legfontosabb alapanyagot, a sonkát. A sonkát hol szokták beszerezni egyébként? Piacon, hentesnél vagy boltban? Van egy magán hentes, és akkor az neveli azokat az állatokat. Hentestől? Hentesnél. Többnyire piacon, lehetőleg házi sonkát. Ilyen őstermelőtől. Őstermelőtől, igen. Minden évben ugye oda megyek a piacra, ugyanál termelőnél veszem a sonkát. Számomra meglepő volt mindenkitől azt hallani, hogy hentesnél szerzi be az árut. Károly József hentesnek viszont ez természetes. Szerintem manapság egy jó hentes már ugyanolyan, mint egy kedvenc fodrász. Nála ebben a kis üzletben több mint egy tonna sonka fogyott húsvét előtt. Ez az összes sonka ennyi maradt, de ahogy József mondja, holnap délelőtt ezeket is egy pillanat alatt elkapkodják majd. Magyarok mindenre azt mondják, hogy sonka. Igen, ez így van, pedig nem, mert ugye igazából a füstölt sonka az mindig a hátsó combból készült húsrészek azok, amiket sonkának nevezünk, de igen, de különben a kötözött tarját is húsvétkor füstölt sonkának hívják, vagy akármilyen füstölt húszszinte sonkának neveznek. Nálunk a füstölt sonka az mindig a füstölt hátsó combból készül. Valahogy ezzel szocializálódtunk, hogy ami füstölt, azt a vásárlók azok sonkának nevezik. Mert ugye rengeteg fajta füstölt létezik, van füstölt marhanyelv, füstölt szűzpecsenyénk volt, füstölt kara is, az emberek általában azt is sonkának hiszik, pedig az nem az. József egyébként bármilyen furcsán is hangzik, már 5 éves korában elhatározta, hogy hentes lesz. A szülei először kinevették, gondolták majd kinövi, na de nem így lett. 25 éve ebben az üzletben dolgozik, a vásárlók imádják, na meg a séfek is. Vágóhídon tanulta meg a szakmát, így ő igazán érti a dolgát, de nem akarta 120. ugyanolyan hentes lenni a városban, ezért folyamatosan kész megújulni és a legmodernebb technológiákat megtanulni. Nagyon sok séf barátom van, és nagyon sokat tanulok tőlük, tehát nagyon sokat köszönhetek, ugye most azért beszélünk egy gasztroforradalomról egy 5-6-7-8-10 éve, és ezek a fiatal séfek, vagy velem egykorú séfek, akik a gasztroforradalom résztvevői, azért elmentek külföldre tanulni. Hazajöttek, és volt egy igény a részükről más típusú hentesre, vagy húsellátóra, így csúnya szóval, mint az alap. Nyilvánvalóan egy húsvéti riportból nem maradhat ki a sonkák nagymestere sem. Egyeken Árpás Lászlónál mindig nagy a sürgésforgás, most is mindenki sonkát szeletelt, amikor odaértünk, László is. Minket ugye mindig a titkok érdekelnek, nyilván a legnagyobb titkokat nem fogod elárulni, de azt ezzel mindenképpen mondd el, hogy ez miben más, vagy mi a különlegessége. Igen. Minden sonkánál, tehát a jó sonkának mindig az alapanyaga fontos, tehát ez abszolút. Én azt mondom, a sonka, tehát egy ilyen kis sonka 70% alapanyag, 30% a munka. Ez egy sóban érlelt
hús darab, de csak is comb lehet, nem lapocka, tehát nem teszünk különösebbet hozzá, pont ez miatt, hanem amikor sózzuk, tehát ott kell vigyázni. Tehát nehogy túlszaladj, ha túlszaladj sós lesz, ha kevésbé, akkor nem sós, és az sajnos meglátszik, amikor félbevágod, belülről látszik, hogyha nem járta úgy át a só. A lényeg az, hogy durva só legyen, mert az lassan húzódik bele a sonkába, és nem fog megkeményedni, vagy kiütni rajta. Kibújtatjuk az öcsit. Így néz ki, ugye kibújtatva. Betesszük a vízbe. Ugye hideg víz, ez fontos. Majd ezután jöhet a babérlevél. Mivel ez egy elég erős fűszernövény, ebből nem kell túl sok. Két nagy sonkadarabhoz elég mindössze 3-4 darab. És bors. Ez most színes bors, teljesen mindegy, fekete vagy színes bors. Ebből olyan túl sokat nem kell, de mondjuk ilyen 20 szemnyi belement. Kolbásszal vagy anélkül? Szerintem kolbásszal. Uh-huh. Plusz ízt ad. Ezek után már csak annyi a dolgunk, hogy 2 órán át főzzük, és kész is. Tehát így néz ki. Nálunk egy húsvéti kecske. Nem sokára megmutatom Lajos húsvéti menüjét is, ahol lesz tarja, kolbász, újhagyma, kecske, minden, amitől garantálom, hogy a riport közben vagy után rögtön csípnek egy darabot a maradék sonkából. De előtte még egy kis körkép arról, hogy ki hogyan szereti és készíti a húsvéti sonkát. Ön hogy szokta készíteni? Hát a férjem csinálja, de hát megfőzzük a sonkát, és aztán mit mindig. És szoktak hozzáadni valamit? Kolbászt, fűszert, valamit? Nem, finom retekkel, hagymával, tojással, az kész. Ma hallottam egy csuda jó receptet, hogy füstölt kolbásszal együtt kell főzni, és akkor, ha csípős volt a kolbász, akkor csípős lesz a sonka is. A sonka pedig úgy finom, hogyha nem csak piros része van, hanem minél vastag a fehér. Miközben sétáltam a stábommal, észrevettük, hogy Benyó Rita kolléganőm éppen nagyon siet valahova, így na, hogy őt is megkérdeztem. Kitalálják, hogy hova sietett éppen. Épp sonkáért megyek, az a vicces egyébként, mert hogy nekem itt a Pozsonyi úton van egy helyem, ahova most már évek óta járok, és szerintem a tökéletes sonka ott van. Úgyhogy már anyukámnál is lesz, de a férjem kérésére nálunk is lesz, úgyhogy egyszerűen újhagymával, körözöttel, zsidó tojással, tormával. Én nem vagyok annyira fűszeres, tehát én nem szoktam hozzáadni, csak arra figyelek, ugye, hogy annyi ideig kell főzni, ahány kiló a sonka. És ugye abba kell kihűlni a sonka lébe a sonkának, és abba kell a tojást kifőzni. Ebben olyan tájékozatlan vagyok, mert nekem a gyerekeim szokták, és én többet nem tudok róla, az, hogy finom, azt igen. Úgyhogy igazán mondom, szívesen mondanék igaz okosságokat, de fogalmam sincs. Hogy szeretik főzni a sonkát? Hát, rendesen. De milyen, mit használnak hozzá? Milyen fűszert, hogyan főzik meg? Hát, mi csak simán. Mármint így magába, ahogy van. Magába. Én teszek bele a babérlevelet, fokhagymát, és akkor a saját levélbe kihűl, és utána meg kiszedem, és a tojásokat belefőzöm a lébe. De nálunk már nincsen család. Ugye? Nem, hát szüleim meghaltak, nagyszüleim meghaltak, testvéreim nincsenek, ugye? Van 3 unokatestvérem Lenny Gyulán. Bíró Lajos nem igazán tartja az ünnepeket, amióta a szülei elhunytak. Neki az volt az igazi ünnep, ha velük lehetett. A szokások kezdenek elmenni. Kezdjük elfelejteni őket. Tehát mindazok az a szabályok, amik régen szabályok voltak, időzelbetéve, és betartottuk őket, ezeket ma már nem tartjuk be. Ma már azt mondom, hogy az ünnepeknek igazán a lényege, az elsődleges lényege, hogy együtt legyen a család. Tehát, hogy együtt ünnepeljünk. Amióta a szüleivel nem lehet, a gyerekei meg össze-vissza vannak, inkább itt a belvárosi piacon süt, főz és szolgálja ki a vendégeket. Egész nap ő áll a pult mögött, van kecske, gidacom, kolbász, tojás, tarja, lencse, na és természetesen friss kalács és kenyér is. Nálunk a családban még édesanyámnál is mindig csülök volt. Tehát mi mindig a füstölt csülköt főztük meg, kivettük belőle a csontot és lepréseltük. Ma már ugye vákumozzuk. Lajosnál tehát a sonka az inkább csülök vagy tarja. Ahogy mondja, nála alapkövetelmény, hogy minden jó szaftos legyen. Szerinte úgy az igazi. Itt a piacon most azért az egyszerűség kedvéért inkább a tarját választottuk. Tehát ebből levágunk 1-2 ilyen szép szeletet. Én szeretem, hogyha zsíros egy kicsit.
egyszer, kétszer. Rakunk oda a kolbiból is. Ugye nálunk minden saját egyébként, de nyugodtan kóstolja bele. Így. Amikor ezt nézik, valószínűleg a legtöbb család már túl van a sonka evésen. Így ha idén már nem is tudják megfogadni a tanácsainkat, azért ne felejtsék el, hogy a hagyományőrzés akkor igazán szép, ha nem csapjuk el vele a gyomrunkat. Úgyhogy nagyon figyeljenek arra, hogy honnan veszik a sonkát. Mindenkinek híte szerint kívánok boldog ünnepeket, jó pihenést, vagy éppen sok locsolkodót. A heti naplóban Török Réka riportját látták.